péntek 8, még pedig az utolsó ebben az évben. Mi felállásunk változatlan, itt van Gajdi Csottó, itt vannak az önök levelei, itt vagyok én. Mai vendégünk pedig Szalai Anna Mária, a média hatóság és a média tanácselnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Többé-kevésbé egyéves a média törvény, amelyet ugye a születésnapja táján az Alkotmánybíróság elég szépen meg is ritkított. Mit lehet elmondani ennek az egy évnek a tapasztalatairól, és aztán majd megpróbáljuk végigvenni azokat a részeket, amelyeket az Alkotmánybíróság kivett a törvényből. Pontosítani szeretnék, az Alkotmánybíróság nem ritkította meg alapvetően a törvényt, sőt bizonyos dolgokat. De nem is gyarapította. Nem gyarapította, viszont hozzásegíti a jogalkotót ahhoz, hogy hogyan váljon még tökéletesebbé a szabályozás. De a kérdésére konkrétan válaszolva, az eltelt év azt gondolom, hogy nagyon sok eredményt hozott, beváltotta a törvény a hozzáfűzött reményeket, sokkal jobb lett a szabályozás, mint a korábbi szabályozás volt. Nagyon sok teendőt rótt ránk az elmúlt év, hiszen folyamatosan lépett hatályba az új törvény. Van, amelyik a része az év elején, van, amelyik még korábban, van, amelyik az év közepén, és nekünk nagyon sokat kellett egyeztetnünk a piaci szereplőkkel, civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, hogy a jogalkalmazás kiszámítható, következetes legyen. Éppen ezért nagyon sok teendőt tudunk magunk mögött, és én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az első év eredményeire. Volt most egy olyan félmondata, azt mondta, hogy sokkal jobb lett a szabályozás. Ezt honnan lehet tudni? Mikor jó egy szabályozás? Mikor lehet azt mondani, hogy na most jobb, mint tavaly? Hát ugye a korábbi szabályozásnak rengeteg hibája volt, ezer sebből vérzett, már nagyon elavult volt, nagyon sok oka volt, hogy meg kellett változtatni. A technika, a technológia régen elhagyta már azt az időszakot, amikor ez megszületett, ugye 96 évi egyes törvényről volt szó. A digitális átállás itt van a nyakunkon, az egész finanszírozási struktúra elavult volt, törvénytelen volt, és egy csomó életszerűtlen dolog volt abban a törvényben, hiszen az a törvény még egy olyan világra készült, amikor korábban egydimenziós volt a média rendszer, nem volt ilyen sok szereplős, nem volt ilyen színes, és éppen ezért olyan sok korlátot tartalmazott, ami már teljesen értelmetlenné vált. Mondok egy példát, olyan szigorú összeférhetetlenségi szabályok voltak, és tulajdoni szabályok voltak, ami korlátozták a piacot, a lépést és a piacon való működést. Most már ugye nem kell attól rettegni, hogy ha nagyon nagy monopóliumok uralják a médiapiacot, nem kell attól félni, hogy egy vagy két szereplő, vagy három szereplő netán olyan helyzetet hoz létre, hogy másokat kiszorít, éppen ezért ezeket a gátokat le kellett bontani. Nem véletlen az egyébként, hogy az elektronikus médiumok egyáltalán nem szitták ezt a törvényt, hiszen számukra sokkal előnyösebb, mint a korábbi volt. Gondolok itt az előbb említett tulajdonosi összeférhetetlenségi szabályok enyhülésére, gondolok arra, hogy a reklámszabályozás nagyon jól változott az ő szempontjukból, sokkal szabadabban lehet reklámozni, sokkal kevesebb a korlát, és hosszan sorolhatnám, hogy miket bontott le. Fel is sorolta néhány pontban, hogy mitől nem kell tartani, vagy mitől nem kell félni, vagy nem kellett a törvény elkészítésekor, de hát nagyon sokan azért találtak félnivalót így is a törvénytől, például az írott sajtó fölötti felügyeletet, ezt például az Alkotmánybíróság kipöckölte a törvényszövegében. Nem, ez alapvető tévedés, sőt, az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy céljában és rendszerében alkotmányos a médiaszabályozás, a sajtóra, a nyomtatott sajtóra érvényes a médiaszabályozás, de egyes részeit pontosítani és finomítani kell. Tehát nem igaz, hogy kivette, sőt, megerősített. Tehát olyan tévhiedelmeket eloszlatott szerencsére az Alkotmánybíróság, ami egész Európát rettegésben tartotta, például, hogy miért regisztrálják a sajtót. Ugye kimondatott, hogy ez nem alkotmányellenes. Kimondatott az Alkotmánybíróság által, hogy az alapjogok érvényesítése lehetséges a nyomtatott sajtó esetében is, például az alkotmányos rendtiszteletben tartása, kiskorúak védelme, és sorolhatnám tovább, tehát nem hogy jogellenes, hanem lehetséges, sőt azt is kimondta az Alkotmánybíróság, hogy a médiahatóság is felügyelheti akár a nyomtatott sajtót. Tehát, hogyha valaki majd alaposabban elolvassa az Alkotmánybíróság határozatát, igen, meg fog lepődni. Számos esetben azonban pontosítás írt elő, olyan esetekben például, mint az emberi méltóság védelme, ott az elektronikus médium
tartalmokra vonatkozóan a szabályozást fenntarthatóan tartja, a nyomtatott sajtó esetében pedig miután az kevesebb emberhez jut el, kisebb a hatása, ezért itt finomításra, pontosításra szorulok. Amely... Csak eltaláltam valamit. Igen, Kérdezzek merőben gyakorlati szempontból, hogy például ezzel a ponttal, az egész média törvénynél ugyan, de ezzel a ponttal is a törvényalkotó és a hatóság hihetetlen erejű támadásokat vont magára, külföldről itthon rettenetes erejű rugdosások érték emiatt a kormányt, a koalíciót és a médiahatóságot. Ugyanakkor ez az írott sajtóra vonatkozó pont nyár elején lépett életbe, tehát mondjuk egy fél év gyakorlati tapasztalatról lehet beszélni. Most ebben a fél évben, amit azért mégiscsak egy elég nagy mintájú rutin mintavételnek tekinthetünk, egyetlen egy esetben nem indult eljárás írott sajtótermék ellen. Márpedig fél év, mondom, az egy nagy mintavétel idő, hát akkor végül is mi szükség volt erre az egészre, miért kellett bevállalni ezeket a támadásokat, amikor tessék, fél év alatt egyetlen esetke nem akadt fönn a hatóság hálóján, vagy a törvény hálóján. Hát én megfordítanám, hogy miért baj akkor, hogy a törvény ezt pontosítja és szabályozza. Tehát azért, mert mondjuk a büntető törvénykönyvben benne van az, hogy életfogytiglant lehet kapni bizonyos bűncselekményekért, azért nem kötelező elkövetni ilyen bűncselekményeket. Sőt, én azt gondolom, hogy visszatartó erejű, hogy elkövessenek ilyen bűncselekményeket. Én azt gondolom, hogy és nem csak én, hanem ezt az Alkotmánybíróság és minden európai jogállamban ez a vezető vélekedés, hogy a sajtószabadság az nagyon fontos alapérték, de nem korlátlan. Tehát vannak itt is szabályok, kellenek lenni a szabályoknak, ezeket le kell fektetni, és ezeket a szabályokat a törvényalkotó lefektette, és kiderült, hogy ha szakmai vita tárgya lesz a törvény, akkor igenis megáll a lábán, és a szabályozás jó. Amikor politikai dimenzióba folyik erről a beszélgetés, az persze más téma. Na, akkor én hagyj vessek közbe valamit, mert most már nagyon itt nyüzsök bennem, amit ma olvastam. Összeült Brüsszelben egy bizottság, a médiával foglalkozik, hát nem kis mértékben azért, mert a magyar média törvénytér támadások után önök felvetették, hogy ugyan nézzék már meg az Európai Uniós tagállamok média törvényeit, és hát rájöttek, hogy azok alapján nincs miért szidni a magyart. Na ez a bizottság a következőt állapította meg, ezt a Népszabadságban olvastam, ez azért fontos, mert nehogy azt gondolja valaki, hogy ezt én saját kútfőből gyártom ezeket a híreket. Nem tudjuk, hogy pontosan mit tehetnénk a sajtó védelmében, de minden tőlünk telhetőt megpróbálunk megtenni. Mondta egy bizottsági tag a karácsony előtti ülés után. És még egy nagyon fontos, azt próbáljuk most éppen definiálni, mondja ez a bizottsági tag, mit jelent a sajtószabadság. És tele kürtölték a világot azzal, hogy Magyarországon ez a definiálatlan sajtószabadság megszűnt, pusztán azért, mert lett egy új médiatörvény. De egyébként mitől kellene megvédeni a sajtószabadságot Magyarországon? Tehát én ezt még sosem hallottam, hogy valaki ezt pontosan megfogalmazta de volna. De pontosan megfogalmazzák az ellenzéki lapokat olvas, hát öntől. Tehát öntől féltik a sajtószabadságot, azt mondják, hogy ön ciklusokon átnyúló kinevezési idejével és a törvény adta nagyon széles hatáskörével és jogaival ön bizony befolyást gyakorolt a sajtószabadságra. Hát Magyarország az egy demokratikus jogállam, a törvény, a médiaszabályozás kiállta az Európai Uniós próbát, és az Alkotmánybíróság próbáját is kiállta, természetesen a pontosításokat meg kell tenni fél éven belül, hiszen ezt kérte az Alkotmánybíróság. Én azt gondolom, hogy minden ilyen állítás az nem kellően megalapozott, egy jogállamban nagy tere van a jogorvoslatoknak, tehát az, hogy egy ember, vagy egy testület, vagy egy szabályozás bármiféleképpen a sajtószabadságot veszélyeztetné, nem megalapozott állítás. Igen, ez már elég korán feltűnt, mikor folytak ezek az éles támadások, hogy végül is az önök minden döntése ellen bírósághoz lehet fordulni. Tehát akik ezt kétségbe vonják, végső soron a magyar bíróság függetlenségét vonják kétségbe, hiszen ellentmondást nem tűrően ott dőlnek el ezek az ügyek. Igen, de hogyha így lépésről lépésre végig megyünk, akkor megint kiukadunk a politikához, és megint egy mocsár
harcba keveredünk. Ha visszatérünk a szabályozáshoz, annak felépítéséhez, a struktúra felépítéséhez, az minden szempontból demokratikus. A kinevezéstől kezdve minden demokratikus. Nagyon érdekes, hogy Magyarország sokkal komolyabban veszi idézőjelben a demokráciát, sokkal nagyobb felügyeletet gyakorol, szélesebb felügyeletet gyakorol a közösség, a média fölött, mint más országokban. Európa legtöbb országában a médiahatóságok tagjait minisztériumok nevezik ki, államfők nevezik ki a vezetőit. Magyarországon a médiatanács például az országgyűlés alá van rendelve. Ezt se veszi senki figyelembe, amikor ilyen állításokat megfogalmaz. Igen, mert hogy arra hivatkoznak, hogy most a kétharmad által ön is politikai kinevezett. Igen, de mindig ide fogunk jutni, hogy kétharmad. Na de ezzel én nem tudok mit kezdeni. Azzal sem tudok mit kezdeni, amikor ülök diplomaták közösségébe, és akkor nekem ezt megfogalmazzák. Egyrészt nem, én jogalkalmazó vagyok. A jogalkotó úgy döntött, hogy ilyen kinevezési gyakorlatot alkalmaz, és ugyanolyan kinevezési gyakorlatot alkalmaz a velem szemben ülő diplomata országa is, és elmondom nekik, hogy önöknél is így van, és akkor nincs válasz. Egy picit térjünk meg vissza arra. Mit mondanak erre? Nincs válasz, egyszerűen nincs válasz. Amikor nagyon sok beszélgetésen túl vagyunk, nagyon sok újságíró szervezettel, meleg irodákban megfáradt békeharcosokkal találkoztunk. Tényleg nagyon nyitottan mindent elmondtunk, hogy milyen a magyar jogszabály, milyen a magyar jogalkalmazás, de eleve úgy érkeztek hozzánk, hogy nem érdekelték a tények. Nem ismerték saját országuk szabályozását. Nem ismerik azt, hogy saját maguk birodalmában mi történik, csak vádaskodnak másokkal szemben. És ezekre igazából nincsen válasz. Amikor szakmai érvel szembesítünk, ott minden megállja a helyét. A többivel meg nem tudok mit kezdeni. A végső mindig az, hogy na de az más. Na de mitől más? De egészen fantasztikus fordulatok is vannak ebben a történetben. Egyébként a magam tapasztalatai megegyeznek azzal, amit ön elmondott ennek a nagy nemzetközi zivatarnak az idején. Én is beszélgettem külföldi újságírókkal, több országból, több emberrel, több órán át, és valóban feltűnő volt ez a tájékozatlanság és egyoldalúság, amivel idejöttek, és az is feltűnő volt, hogy ők azt hiszem végképp fogalmuk nem volt, hogy ez máshol volt, hogy van. De még ezen túl is olyan meglepő és váratlan fordulatok vannak, például Magyar Sajtószabadságot Vizsgáló Bizottság vezetője, bizonyos Aidan White úr, most azt is kijelentette, hogy bő egy hónapja, vagy másfél hónapja, hogy az úgynevezett társszabályozás, aminek az a lényege, hogy a médiahatóság az érintett piaci szereplőkkel közösen dolgoz ki egyfajta szabályozás rendszert a törvény mindennapi alkalmazására vonatkozóan, ha én ezt jól fordítottam le erre a pár mondatra. Szóval Aidan White szerint ez az ördögtől való, és ez a sátánnal kötött alkot. Tehát erre már nehéz komoly választ adni. Valóban tehát amit nehéz. Meg az ember mondaná erre, azt meg nem mondja a kamerák előtt. Hát valóban nehéz erre választ adni. Aidan White 10 évenként jön Magyarországra aggódni a sajtószabadságért. Volt alkalmam 10 évvel ezelőtt is találkozni vele, ezt meg is említettem neki, hogy ő lehet, hogy már nem emlékszik rá, én még igen. Az eltelt 10 évben történtek azért olyan esetek Magyarországon, amikor szerintem lehetett volna erősen aggódni a sajtószabadságért, mégsem voltak nemzetközi szervezetek. Jó, máshol akadt dolga. Igen, én feltételezem, hogy máshol is sok dolguk volt. Én White úrral is hosszasan beszélgettünk, és elmondtuk neki, hogy Magyarországon milyen helyzet van. Ő ítélettel jött, nem értekelte őt az érv, hiába argumentáltunk, nem nagyon érdekelte, ő már azzal jött ide, hogy kész véleménye volt. Például mondok egyet a beszélgetésből, egy elemet, forrásvédelem. Ugye a magyar törvény kimondta, hogy az újságírók titokban tarthatják a forrásaikat. Eddig ilyen nem volt a magyar szabályozásban, ez egy erőre lépés. Ezt a részt a törvényből szinte 100%-ban az angol szabályozásból vett át a jogalkotó. Tehát Aidan White úr hazájában majdnem szóról-szóra ugyanilyen a szöveg. Na de ez sem
voltok arra, hogy meggyőzzük, hogy Magyarországon a hasonló a jogszabály, hasonló a jogalkalmazás, mint náluk. Nem, ők azt vélelmezték, hogy itt majd újságírókat fognak elvinni, börtönbe zárni, és akkor erre megemlítettem White úrnak, hogy hát most olvastam a lapokban, hogy a londoni rendőrség a nyári lehallgatási botrány miatt a Guardianhez fordult, hogy adja ki a forrásokat, akiktől tudták. Hát Londonba, és ezt csinálja a rendőrség. Magyarországon is megpróbált egy konkrét ügybe ilyet tenni a rendőrség. Mi a különbség? És erre nincs válasz. Nem tudnak választani. Egyenesen most már ott tartanak, hogy azt mondják, hogy ne hivatkozzon Magyarország arra, hogy más országok törvényeiben is benne vannak ezek a passzusok, mert azok is rosszak. És Magyarország összeszedte az összes médiatörvényből a legrosszabb ilyen passzusokat. Ilyen is volt a beszélgetéseken, az újságírók előtt zajlott, amikor konkrét példákat hoztunk. Először azt mondták, hogy náluk ilyen nincs. De akkor felolvastuk azt, hogy igen, van az önszabályozásában ilyen. Na de az is rossz. Volt ilyen, az egy svéd békejogi harcos volt, akinek megemlítettük, hogy Magyarországon nem fordulhat elő, és nincs is olyan a jogban, hogy letartóztathatnak és bezárhatnak valakit azért, mert megsérti a média szabályozást. És mondta, hogy náluk sincs ilyen, mondtuk, hogy van, felolvastuk, hogy van. Erre az volt a válasz, hogy utoljára a 40-es években alkalmazták. Akkor elmondjuk azt, hogy minden döntésünkkel szemben jogorvoslattal lehet élni. Mint újságírót ez nagyon izgat engem személyesen is, hogy most akkor titokban tartatom a forrásaimat, vagy nem? Vagy ki kell adnom bizonyos helyzetekben? Főszabály szerint titokban tartható, bizonyos esetekben kell kiadni a forrásokat. Egyébként ezt az Alkotmánybíróság is véleményezte a törvény ezen részét, és azt írta le, hogy alkotmányos útra lépett a szabályozás, de még pontosítani kell az eljárásjogot. Az Alkotmánybíróság itt határozatából azt vélelmezem kiolvasni, hogy úgy fejlődhet tovább ez a jog, hogy csak a bíróság kötelezheti majd adott esetben az újságírót arra, hogy kiadja a természetességérzék is ez diktál. Van egy másik nagy téma, ami erősen kúrens napjainkban, ez pedig a közmédia átalakítása és az ott zajló események. Hát erről most, ami aktuálisan az embereknek eszébe jut, az a bizonyos, most már talán 20. vagy 21. napja tartó éhségsztrájk, ami zajlik az épület előtt, amelyet elég nehéz átlátni szerintem annak, aki nem újságíró, csak a hírekből tájékozódik, hogy mi zajlik ott. Hát ez nem tudom mennyiben természetes következménye a közmédia átalakításának, de azért megkérdezem a véleményét erről, és arról, hogy maga ez az átalakítás beváltotta-e hozzáfűzött reményeket, vagy miért volt rá szükség? Hát ez a konkrét eset, ez igazából nem médiajogi kérdés. Bár azt mondják, hogy minden hozzám tartozik, de ez sem tartozik hozzám. Média szakmai kérdésnek sem tekinthető, bár az előzmény, amiből állítólag keletkezett ez a történet, az egy szakmai probléma volt. Elkövettek egy szakmai hibát, amiért nagyon súlyos felelősséggel tartoztak a felelős vezetők. Én azt gondolom, hogy példásan vonták le a következtetést az ottani szakmai vezetők a szakmai hibáért. Ennek ellenére nem tudom pontosan mi történik, azt hiszem, hogy valami polgárjogi problémák vannak, magánterületre bemennek emberek, kimennek belőle emberek. Ez a bizonyos éhségsztrájkolók, akiket időközben elbocsátott a MTVA, ők azt szeretnék, hogyha még sokkal több embert rúgnának ki emiatt az úgynevezett Lomnici ügy miatt. Én azt sem tudom, hogy ez most éhségsztrájk, vagy nem éhségsztrájk. Olvastam az egyik újságban, hogy ez úgynevezett gördülő éhségsztrájk, ami azt jelenti, hogy ma az egyik éhezik, az egyik résztvevő, a másik résztvevő éhezik. Amiről én tájékozottam, vagy olvastam, az arról szól, hogy a gyülekezési törvénynek, a sztrájktörvénynek és egyéb szabályoknak sem nagyon felel meg az a formátum, ami ott történik. De mondom, ez nem médiajogi kérdés. Magánemberként az a véleményem róla, mondjuk ennyiben azért a médiához kapcsolódó hasonlat, ami eszembe jut róla, ez olyan, mint egy nagyon rossz valóságshow.
és hát ez nem a kereskedelmi tévékben megy, mert még ők ugyan e szinten nem tették nagyon magasra a mércét, de még talán az sem üti meg, ez az interneten megy ez a műsor, és az az érzésem, hogyha ha kicsit már fáradan alacsony a nézettsége, akkor mint a kereskedelmi tévéknél az egyik valóságshowból, az egyik házból áthívják a másik szereplőt, az egyik villából a másik szereplőt, időnként itt is behívnak más szereplőket, hogy kicsit földobják a nézettséget. Tehát igen, ez nagyon rossz valóságsóra emlékeztet. Ez nem médiahatósági ügy, de annyiban hoztam fel, hogy azért mégiscsak, illetve mégsem tesz jót a közmédia megítélésének, pusztán azzal, hogy ottani eseményekből kiindulva zajlik. Ezzel milyen egyet értek? Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon rossz a közmédia tekintélyre nézve, nagyon rossz a szakszervezeti mozgalom tekintélyre nézve, és még sok mindenre nézve. Remélem megoldódik előbb-utóbb ez a kérdés. De a komoly részére fordítva a szót, a közmédia rendszer átalakítása. Nagyon is indokolt volt a dolog. Ennyire átláthatatlan, pazarló rendszer, azt gondolom, sehol Európában nem volt, mint Magyarországon. A közpénzt nagy lapáttal merték bele, ellenőrizetlenül, és ráadásul nem normatív alapon. Tehát, hogyha a hatalomnak tetszett az egyik médium, akkor adott neki pénzt, a másiktól elvont. Nem volt ebben semmiféle rendszer átláthatóság, kiszámíthatóság. Egymással versengtek, a televíziók felesleges kapacitásokat kötöttek le. Ha az egyik műholdra ment, direkt a másik átment a másik műholdra, és ne beszéljünk arról, hogy a nézőiket pedig jócskán elvesztették. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból indokolt volt a szervezet megújítása, és én azt látom, hogy nagyon komoly munkát végeznek, hiszen a folyamatnak még nincs vége. Nagyon nagy mértékben megújult a közmédia struktúrája, párhuzamosságokat igyekeztek lefaragni, igyekeznek a műsorstruktúrát is megújítani. Ennek már azért vannak látványos elemei is. Végül is a termék, a műsor minősíti az egész rendszert, az hitelesítés. Úgy látom, hogy a hitelesítés az egyre jobb, hiszen egyre jobb nézőszámokat érnek el. Amellett, hogy jó műsort is. A szerkezetváltásra szükség van, vagy talán még éppen ez is jó, amit kialakítottak. Ezt még igazából az ellenzéki sajtó sem vitatta, vagy polemizált ezen, ami az ő problémájuk az, hogy állításuk szerint ez az intézmény, ez most már a kormány által kézivezérelt, már nem tölti be közszolgálati funkcióját, hanem ilyen szócsőként működik, amely fölött a felhőben önuralkodik. Hát az a helyzet, hogy ez ugye a kiegyensúlyozottság tárgykörébe viszel bennünket. Kiegyensúlyozottság kapcsán nagyon kevés panaszt kaptunk, ami a közmédiumokat érintette volna. Egész évben egyébként roppant kevés kiegyensúlyozottsági panaszt kaptunk, körülbelül 100-at. Itt is átalakult a szabályozás. Korábban az volt, hogy maga a hatóság is indíthatott ilyen vizsgálatokat, hogy megvizsgálja, hogy melyik médium, hírtévé például kiegyensúlyozott-e vagy nem. Most már nagyon helyesen ezt nem teheti meg a hatóság, hanem csak bejelentésre vizsgálhat ilyen kérdést. Na most voltak olyan félelmek is annak idején, hogy ha valamelyik médium nem kiegyensúlyozott, akkor jön a médiahatóság, és akkor majd jól megbünteti, akkor a szankciót ad egy médiaszolgáltatónak, hogy az ellehetetlenül be kell zárni. Na most a kiegyensúlyozottság miatt az a helyzet, hogy a legerősebb szankció, ami adható, az a nyilvánosság. Tehát mi magunktól nem vizsgálhatjuk, csak bejelentésre. Hogyha a bejelentést alapján mi kivizsgáljuk, és valójában megállapítjuk, hogy kiegyensúlyozatlan volt a médiaszolgáltatás, akkor közé kell tenni a döntésünket, és egy közleményt, illetve helyt kell adni annak a kérésnek, amit a panaszos tett.
Tehát ez az igen nagyon súlyos büntetés, ami ellehetetleníti a médiumokat. Na most a közmédiumok esetében nem nagyon volt, nem is emlékszem rá, hogy volt kiegyensúlyozottsági, lehet, hogy volt, lehet, hogy tévedek, de nagyon-nagyon kevés panasz volt. Hogyha van akinek az az érzése, amit ön mond, akkor én javaslom, hogy forduljanak valóban a hatósághoz, mi megvizsgáljuk. Egyébként önkéntes szolgáltatásaink közé tartozik az is, hogy van egy barométer a weblapunkon, van egy olyan szolgáltatásunk, hogy a kiegyensúlyozottságot a nagyobb médiaszolgáltatóknál folyamatosan vizsgáljuk, és havonta közé tesszük. Ebben az is benn van, hogy melyik politikus hány percet szerepelt, milyen témák voltak, élőszóban, a témákról mennyit beszéltek, tehát ezt részletesen közzéteszünk. Itt lehet tájékozódni, és hogyha ezeket az adatokat nézi valaki, akkor árnyaltabb képet tud kapni arról, hogy valóban elfogult-e egy-egy médium, vagy nem. Ez a módszertan, ez nem megkérdőjelezett, több mint tíz éve alkalmazza a médiahatóság. Hogy egyszerre hangzik el ezeknek a kritikusoknak a szájából az, hogy teljesen fölöslegesen foglalt el a kormány a közmédiumokat, mert azt olyan kevesen nézik, hogy az ott már úgysem lehet politikai befolyást gyakorolni, ugyanakkor pedig azzal vádolják a kormányt, a hatóságot, hogy elfoglalta a közmédiumokat, és ott próbálnak politikai szócsövet csinálni bele. Tehát gyakorlatilag teljesen ellenmond egymásnak az, amit ők gondolnak erről az egészről. A lényeg az, hogy amit ez a kormány csinál, az rossz. Hát a politikának ez a dolga, tehát van a kormány oldal, aki kormányoz, van egy ellenzék, ami pedig megválasztja maga a módszertanát, és az alapján kritizálja a kormányt. Most nézőinknek lehetősége van, hogy e-mailben kérdezzenek a vendégtől, és azért nagyon jó, hogy ezt a hogy hívják, ott említette, amiben mérik azt is, hogy ki hányszor szólalt, mert pont egyik nézőnk ezt hiányolta, nem is, hogy hiányolta, hanem, hogy az ő szubjektív érzései szerint még mindig azok beszélnek, akik az elmúlt 8 évben, és azok beszélnek többet. Tehát valóban, hogyha azzal vádolják a közmédiumot, hogy szócsővé vált, akkor eléggé furcsa, hogy azok a nézők, akik, ahogy ön említette, egyre nagyobb számban nézik ezeket a csatornákat, azok pedig úgy érzik, mintha mi sem történt volna, mi sem változott volna. Egyébként ezzel kapcsolatos az én kérdésem is, hogy gyakorlatilag a hatóság az mennyire elégedett azzal a műsorstruktúrával, ami kialakult, és abban egyes műsorokkal hogyan látják, mert volt olyan kritika is, amelyik azt mondta, hogy gyakorlatilag a kereskedelmi médiumoknak a szerepét valamilyen fokon átvállaló szórakozató műsorokkal akarja ez a közmédium, ez az új struktúra visszanyerni a nézőket, és nem biztos, hogy ez szerencsés. Hát nagyon rossz lenne, hogyha a médiahatóságnak kellene a struktúráról véleményt mondani. Szerencsére nekünk ilyen feladatunk nincs, nagyon helyesen nincs ilyen. A médiahatóságnak nem feladata az, hogy a tartalomba beleszóljon, hogy milyen a műsor struktúrája. Mi utólagosan bizonyos felügyeleti tevékenységet elvégezhetünk, amire a jog kötelez. A médiahatóságnak egyetlen egy szerepe volt a közmédiával szemben. Mégpedig az, ami nagyon szép feladat volt, hogy megalkottuk az úgynevezett közszolgálati kódexet. Ez a közszolgálati kódex úgy készült el, hogy több mint 30 civil szervezettel tárgyaltunk, több mint 60 magánszeméllyel tárgyaltunk, egyházakkal, mindenféle szakmai szervezetekkel és nem szakmai szervezetekkel, és lefektettük ebben, hogy mi a közszolgálatnak az alapvetése. Ez egy alapdokumentum. Ebben az alapdokumentumban megfogalmazódik az, hogy mégis milyennek kellene lennie a közszolgálatnak, de nem az, hogy 8-tól 2-ig mit kell játszani, meg hogy hány nézőt kell elérnie, távol álljon tőlünk. Mi ezt letettük, ezt a dokumentumot nagyon hosszú egyeztetés után is átadtuk a közszolgálati testületnek. Ez is a törvényből keletkeztetett új szervezet, civil szervezetekből, delegáltjaiból áll ez a testület, és ezután az ő dolguk az, hogy felügyeljék, hogy a közszolgálat a kitűzött céloknak megfelele. Úgyhogy nekünk ezzel kapcsolatban nincs dolgunk szerencsére, és nem is az én dolgom az, hogy megítéljem. Ellenben az eredményeket azt látom, a nézőszámokat látom. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a közszolgálati média amellett, hogy betöltse a hivatását, mindazt, amit mi itt alapelvekként lefektettünk, amellett azért
nézet is legyen, hiszen a közpénzt azért tesszük bele, az adófizetők pénzét, hogy élvezhető, szórakoztató műsor is legyen, és értékes, hasznos, nevelő, oktató, kulturális tartalom is legyen. És nagyon sok új tartalom látható ezután, amiről már én tudok, sportműsoroktól kezdve hosszasan. Most váltsunk azért témát, mert részesen fogy az időnk, és van még egy elég nagy terület, amiről beszélgetnünk kellene, megint zeng az ég. Az önök feje fölött a klubrádió ügyéről van szó. Hát az nem igaz, hogy elvette a hatóság a klubrádió frekvenciáját, az viszont igaz, hogy a lejárt frekvencia helyében nem ők nyertek ismét ugyanazon a frekvencián, és itt most már arról van szó, hogy a Szabad Európa Rádió új magyar adását kell elindítani Münchenből. Külföldi tiltakozások, amit sorozatosan már végigélt a hatóság a médiatörvénynél, ugyanaz van most is. Mi történt valójában, miért nem nyerhetett a klubrádió? És azt kérdezem ezt azért elég értetlenül, mert a hatóság kiadott egy közleményt, sajtótájékoztatót is tartott, nemzetközi sajtótájékoztatót, amelyben azt mondták, hogy a klubrádió szándékosan provokatív céllal adott be olyan idézőjelben gyenge pályázatot, amilyet. Hát ez azért elég hihetetlenül hangzik, hogy egy rádió, amely kétségbe esetten győzni, akkor direkt gyengét pályázatot ad be. Ez nagyon nem áll össze a kép. Kénytelenek voltunk ezt a következtetést levonni a tényekből. Ugyanis a nyomásgyakorlás az régóta megfigyelhető. Nagyon tudatosan folytatták ezt mindenféle befolyásos emberek, diplomáciai testületek, szervezetek, magánszemélyek. A pályázati eljárás végig törvényes, világos, átlátható volt. Minden szempontról mindenki értesült. Közmeghallgatás volt. A közmeghallgatáson elhangzottak egy részét be is építette a média tanács, amikor a végleges pályázatot kiírta. Minden tiszta és világos volt. Jól lehetett tudni azt, hogy melyik vállalásra milyen pontszámot ad a média tanácsónak, objektív vállalások. Nincs mérlegelési lehetőségünk. Tehát, aki pályázott, az pontosan tudta, hogy ha meghatározott mennyiségű közéleti, helyi közéleti vállalást tesz, akkor arra maximum mennyit pontot kap. Hogyha zenei vállalást tesz, akkor arra mennyi pontot kap. A díjra lehetett tudni, hogy mennyi pontot lehet kapni. És miután azt láttuk, hogy az objektív vállalások alapján tudatosan, mert nem véletlenül írja meg valaki a pályázatát, hiszen az nagyon nagy munka van mögötte. Tudatosan olyan pályázatot ad le, amiben nem hagy mozgásteret a tanácsnak, akkor mit vonhatunk le ebből következtetésképpen? Miért csak egy frekvenciára adott be például a klubrádió pályázatot? A klubrádió azt állítja, hogy már a kiírásnak véres volt a torka, ugyanis a kiírás alapján ezeken a frekvenciákon olyan zenei rádiókat lehetett jó eséllyel létrehozni, amelyekből 12 egy tucat, és elég sok ilyen példa van már, míg azt mondják, az ő beszélgetős, közéleti, politizáló rádiójuk az unikum volt a piacon, tehát magával azzal, hogy zenei vállalásokat kellett tenniük, már ez rendkívüli hátrányba hozta őket. Hát ez tévedés, hiszen a pályázat az úgy volt kiírva, hogy lehetővé tegye, hogy mindenki a profiának megfelelő pályázatot adjon be, sőt, olyannyira, hogy a közéleti vállalásra lehetett a legtöbb pontot kapni az összesen belül. Tehát nem igaz egyszerűen az az állítás. Így minden pályázónak megvolt arra a lehetősége, hogy a saját profiljával adja be a pályázatot. Hogyan lehetséges az, hogy még a közéleti, helyi közéleti vállalásban is több pályázó megelőzte a klubrádiót? Nem éreznek itt valami ellentmondást? Én érzek. Én erős ellentmondást érzek. Az objektív pontok vonatkozásában olyan hátrányt szerzett már a klubrádió, hogy hiába adtunk mi a szubjektív lehetőségeink alapján a maximumot, ezzel nem tudta azt a hátrányt behozni. Tehát én azt érzem, hogy ez a folyamatos nyomásgyakorlás, ez arra volt jó, hogy
olyan feltételekkel írjunk ki mi pályázatot, ami testre van szabva a Klubrádiónak. Ez viszont azt gondolom, hogy nem felel meg a hatályos szabályozásnak. Nekünk azonos feltételekkel, azonos nyerési esélyekkel kell kiírnunk egy pályázatot, és megengedhetetlen az, hogy testre szabott pályázatot írjunk ki. Hát amikor közmeghallgatás volt, akkor a Klubrádió képviselője elmondta, hogy ő azt szeretné, hogy 0 forintos legyen a díj, de maximum 6 millió forintos legyen a díj. Na most mi hogyan engedhetjük meg magunknak, hogy az egyik legnagyobb budapesti frekvenciánál 0 forintos vagy 6 millió forintos díj ajánlattal indítsuk a pályázatot? Most vizsgáltuk át az egész díjfizetési rendszert. Nagyon nagy horderejű munkát végeztünk el az elmúlt egy évben. Olyan kaotikus volt, hogy képzelni sem tudják az egész rendszer. Volt olyan, hogy egy miskolci helyi rádió kétszer annyit fizetett, mint mondjuk egy budapesti rádió. Teljesen átláthatatlan rendszer volt. De mert egy világos ehhez voltak szokva az előző rendszerben, hiszen az autópálya információkból így lehetett bolgárul, már annak idején is, hogy testre szabták nekik az összes feltételt. Igen, az előbb fölmerült az, hogy pályázaton nyerték annak idején igen, ezt egy autóklub nyerte meg ezt a frekvenciát, és a műsor struktúrája az elsősorban közlekedési információkra épült volna, és körülbelül egy évvel, nem egészen egy évvel a nyerés után jogszerűen egyébként változott meg a tulajdonosi struktúra, és alakult át egyébként a későbbiek során a műsor struktúra a hatóság engedélyével, a média hatóság, akkori média hatóság engedélyével. Tehát egy teljesen más profilon indult ez a rádió. Tehát nekünk határozottan vissza kellett utasítanunk a nyomásgyakorlást. Én azt gondolom, hogy az elfogadhatatlan, hogy hazai és nemzetközi szervezetek próbálnak bennünket utasítani arra, hogy hogyan hasznosítsunk egy frekvenciát. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, hogy ez valóban provokáció volt ez a pályázat, vagy sem. Minden esetre annyi azért látszik, hogyha az volt, akkor sikeres volt. Most a rádió vezetői, újságírói képviselői és velük együtt egész sokan azt mondják, hogy egyértelmű politikai döntés született, a hatóság lezavarta a pályáról azt az adót, amely az ő értelmezésük szerint viszonylag egyedül volt a baloldalhoz, mint politikai oldalhoz. Na most ezt kimondja, mert a Klubrádió az egyik vezetője azt nyilatkozta, hogy ők függetlenek, tehát hogy ők nem politikától függetlenek. De hozzáteszem, nekünk ezt nem kell vizsgálnunk, tehát nekünk az nem dolgunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a Klubrádió vagy bármelyik másik rádió a politikával milyen kapcsolatot tart. Nem kell megvizsgálnunk azt, hogy egy rádió kap-e egy pártpolitikai alapítványtól pénzt, vagy kapcsolatban áll-e a tulajdonosi köre pártpolitikusokkal, vagy háttéremberekkel. Ez nekünk nem dolgunk. Nekünk az a dolgunk, hogy azonos feltételek mellett meghirdessünk frekvenciákat, nyíltan, tisztán elbíráljuk minden lépésünk. Jogorvoslatolható, és meglátjuk, hogyha jó orvoslatot kérnek, hogy helytálló volt-e a döntésünk, vagy nem. Nekem szent meggyőződésem, hogy olyan döntést hoztunk, ami törvényes, nem is lehetett volna más eredményt kihozni. Tehát még egyszer mondom, olyan pályázatot adott be, hogy hiába adtuk a legtöbb pontot a szubjektív mérlegelési körbe tartozó területre, nem tudta behozni ezt a hátrányt. Régi tapasztalat, hogy Magyarországon baloldali újságíró nincsen, csak független meg jobboldali, azért nyilatkozta ezt a rádió vezetője egyébként. De előbb bal szerencséje van a Klubrádiónak a pályázatokban, mert egy frekvenciát megnyertek még az előző médiahatóság idején, de azt pedig azt hiszem felfüggesztették, tehát végül is azt se kapták meg. Nem, ott a következő történt, még az ORTT-nek volt egy döntése, ahol nyertessé nyilvánította egy másik budapesti frekvencián a Klubrádiót. Azt a frekvenciát egyébként közműsorszolgáltatóként hirdette meg a testület, nem is kereskedelmiként megnyerte, de utána nem tudott szerződést kötni vele a testület, ugyanis benne van a média törvényben, hogy
egy rádiónak nem lehet ugyanabban a vételkörzetben még egy frekvenciája. Na most ugye, miután nem szüntette meg azt a helyzetet, hogy két rádiója lehessen, nem tudott szerződést kötni vele a médiatanács, ezért érvénytelenek nyilvánítottuk ezt az eljárást. Hát ez világos, az adási időtletés talán ennyi elég is a Klubrádióból. De azt azért még megkérdezem, hát csak röviden tud rá válaszolni az idő miatt, hogy számít-e arra, hogy ezen a médiafronton valamiféle elcsitulás, vagy elcsendesedés, vagy helyzet normalizálódása történik például a következő évben? Meggyőződésem. Mi egy nagyon következetes jogalkalmazói munkát követtünk eddig is. Az Alkotmánybíróság döntése megerősített bennünket, hogy jó úton járunk. A nemzetközi tapasztalataink megerősítettek bennünket, hogy jó úton járunk. Nagyon sok hasznos jó tevékenységet végzünk az emberek érdekében, a fogyasztók érdekében, a nézők, a hallgatók érdekében, és bízom benne, hogy mindenki érezni fogja, hogy a mi tevékenységünk, ő értük van. Azért fizetnek az adófizetők pénzt, azért tartanak fönn hatóságokat, mert tudniuk kell, hogy az ő érdekeiket szolgáljuk. És meggyőződésem, hogy nagyon jó úton járunk ebben. Köszönöm, hogy eljött, és nézőinek is köszönöm a figyelmet. Jövőre ugyanebben az időpontban ismét találkozunk. Viszontlátásra.